Üdvözlök mindenkit, Gábor vagyok. A Nyűlőrek csatorna legújabb videójában arról lesz szó, hogy lehetséges a Magyarországon egy blackout, ha igen egy ilyen tartós áramszünet milyen hatással lenne az életünkre, valamint hogyan tudunk felkészülni, hogyan tudunk összerakni egy olyan dobozt, amely segít átvészelni az első időszakot. Bár blackout témában nagyon sok anyag van fenn az interneten, ezek egy jelentős része tele van hibákkal, túlzásokkal, vagy éppen elbagatalizálják a problémát. Épp ezért szeretném megköszönni a segítséget a Prepper és túlélő csoport adminjainak, Gerinek, Péternek és Robertnek, akik számos anyagot, szakirodalmat átnyújtottak számomra, amelyek nélkül nem lenne lehetséges ez a videó. Maga a blackout egy tartós áramszünet, amely egy-két napig, vagy akár egy évig is tarthat. Számos ilyen történt már az elmúlt évtizedekben, nem csak fejlődő országokban, mint Venezuela vagy India, de olyan gazdag államokban is, mint Kanada vagy akár az Egyesült Államok. Ugyanakkor kiemelném azt is, hogy nem egy világ végét jelent egy blackout, tehát azok az elképzelések, mely alapján egy ilyen blackout után majd Mad Max univerzum jön, ahol majd lehet csapatni a pusztában a tuningolt autókkal és lopni meg lövöldözni, az teljesen illuzórikus elképzelés és a valósághoz nem sok köze van. Ugyan akkor fontos kiemelni, hogy áram nélkül nem csak a közvilágítás és a lámpa megy el, de nem működnek az olyan közművek sem, amelyek elektromos pumpákkal működnek így például a csatornák, a vezetékes vízhálózat, a benzinkutaknak a rendszere is tönkre fog menni. Emellett a vegyipar, a gyógyszeripar nem képes működni áram nélkül, valamint a kórházak is legfeljebb 72 órára elegendő tartalék elektromos hálózattal rendelkeznek. Fontos kiemelni, hogy az élelmiszernek legalább a fele manapság hűtött, fagyasztott, ezektől teljesen búcsút inthetünk egy tartós áramszünet esetén. Ráadásul teljes ágazatok az élelmiszeriparon belül működésképtelennél válnak áram nélkül, ugye tejipar, vagy akár a folyóbalmos állattartás, ahol még a levegőt is villanymotorok mozgatják. Emellett kiemelném, hogy a közellátás megakadásával a bűnözés is felüti a fejét a sötét utcákon, valamint rengeteg baleset lesz, így sok sérültre, halottra és áldozatra kell számítani. Blackoutot számos tényező okozhat, én ezek közül csak a legfontosabbat emelem ki most. Az elektromos rendszer hibáit okozhatja például terrorizmus, vagy akár pár hülye egy elég nagy puskával, ha belelőnek egy központi transformátorba, vagy akár egyetlen tolvaj, aki leereszt egy ilyen transformátor hogy aztán azt elfüttsen. Emellett fontos kiemelni, hogy a kontinens tele van ősöreg erőművekkel, amelyek olyan öregek, mint az országút, és bármikor bedobhatják a pacskert. Emellett természeti katasztrófák is tönkre tehetnek erőműveket, akár csak földrengések, árvizek, vagy akár központi transformátor elosztóállomásokat is kiiktathatnak, így akár egész ország. Részek, vagy akár országok maradhatnak áram nélkül. Emellett fontos kiemelni még az elektromágneses impulzus hatásait, amelyet akár egy napkitörés, vagy akár egy termonukleáris robbanás okozhat, amelyhez nem kell különösen fejlett technika, akár terroristák is képesek rá egy ilyen EMP gyakorlatilag olyan feszültséget generál az elektromos hálózatban, amely kisüti a rendszer, és tulajdonképpen minden érdemi dolog kiég az elektromos hálózatban. Erről viszont majd a videó második részében fogok részletesen beszélni. Azt, hogy meddig tart egy blackout, azt nagyban meghatározza, hogy mi okozza az elektromos rendszer hibáit. A terrorista merénylet, vagy akár erőmű kiesés miatti áramszünet általában nem jár teljes elektromos hiányjal, naponta időszakosan lesz áram, és általában a rendszer helyreállása néhány napból legfeljebb egy hétbe telik. A természeti katasztrófák már hosszabb problémákat tudnak okozni, hiszen nem csak maguk az erőművek sérülnek meg egy földrengés során, hanem a villanyvezetékek is kidőlhetnek, vagy akár egy árvíz is elmoshat egy transformátorállomást, így sötét foltok alakulnak ki, ahol akár hetekbe is telhet, mire újra kialakítják a megfelelő hálózati elemeket. Az elektromágneses impulzus teljesen más dimenziót képez, hónapokba vagy akár több évbe is telhet, mire teljesen helyreáll a rendszer, hiszen az a túlfeszültség effektíve megsüti a transformátor állomásokat, magukat a vezényőközpontokat, illetve magukat az erőveket is károsítja. Ezeknek az újraépítése nem egyszerű, hiszen ezek nagyon gyakran egyedi elemek, külön újra kell gyártatni őket, viszont maguk a gyárak is megsérnik az EMP-t, tehát egy ördögi körbe kerül ilyenkor a rendszer. Mivel erre teljesen máshogy kell felkészülni, mint a hagyományos áramszünetekre, ezért erről szintén majd a második videóban fogok beszélni. Most csak az elektromos rendszer hibáiból adódó blackoutról fogok beszélni. Már említettem, hogy a blackout azért nem egy világvége, lassú, de biztos helyreállással kell számolni, ugyanakkor fontos kiemelni, hogy rengeteg halottat és beteget fog jelenteni ez a rendszer. Leginkább úgy képzelhetjük el, mint egy háború utáni időszakot, vagy mint a nagy gazdasági világválságot a 20-30-as évekből. Egyrészt a vízhálózat leállás és a csatorna bebukása után rengeteg fertőzés lesz, megjelennek olyan kedves barátok, mint a vérhas, vagy akár komolyabb járványok is kialakulhatnak. Emellett a sok baleset, a fosztogatások miatt rendkívül sok sérült halott lesz, akiket viszont az összeomló egészségügy nem fog tudni jól ellátni, ezért egy blackoutnál mindig fontos, hogy legyen saját első segélycsomagunk. Mivel a közművek hiányában a fertőzések összeje nagyon magas lesz, ezért tisztítószerekkel is készülnünk kell. Fontos kiemelni, hogy a MP esetén sokkal nagyobb problémákkal kell számolni hiszen itt tartósan nem lesznek gyógyszerek, gondoljunk csak arra, hogy hűtés hiányában az inzulin is megromlik, ráadásul a légkondi és a központi fűtés hiánya különösen az idősek szervezetét meg fogja terhelni, így rendkívül nagy arányú elhalálozással kell számolni. Emellett fontos azt is kiemelni, hogy az igazán nagy városok áram nélkül teljesen lakhatatlan betonsivatagok. Előre is jó étvágyat kívánok a betonhoz, valamint egy téglához. Felmerülhet bennünk a kérdés, hogy egy ilyen krízis kialakulásának hogyan lehet egyáltalán esélye gazdaságig olyan fejlett területen, mint mondjuk Kanada vagy az Európai Unió. Bár maguk az államok, szervezetek és maguk a szolgáltatók is mindent megtesznek azért, hogy ilyen problémák ne legyenek, azonban vannak előre nem látható technológiai problémák, kiszámíthatatlan helyzetek, valamint számos társadalmi folyamat is rontja az energiastabilitást, amelyről elmondhatjuk, hogy az elmúlt 30 évben nem volt olyan rossz, mint manapság. Ennek számos oka van, mint például az, hogy a kontinens tele van ősöreg régi erőművekkel, amelyek nagyjából olyan állapotban vannak, mint a szomszéd Józsi által szerelgetett kettes golf, amely előbb-utóbb meg fog állni, viszont nincs pénzünk új erőműveket építeni. Kiemelném az atomfóbiát, hiszen Fukushima óta rendkívül jó szavazatszerzési módszer az atomenergiával való riogatás. Éppen ezért ezeket az erőket leállítják, a termelést viszont importból és pont a legrégebbi, legrosszabb állapotú fosszilis erőművekből pótoljuk, ez tovább ront a helyzeten. A megülő energia jó a klímaváltozás elleni harcban, de a technológia mellett még viszonylag kiszámíthatatlan. Nagyon kevés a tározó kapacitásunk, az akkumulátoros az gyakorlatilag percekben mérhető, még vizes tározó csak néhány országban van, és egy téli szélcsendes éjszakán is meg kell termelni a 230 voltot. Pont az ilyen helyzetekre meglévő erőművek alapvetően gázturbinákkal működnek, viszont jelenleg Európában gázhiány van. Fontos kiemelni, hogy bár az eszközeink egyre energiatakarékosabbak, mégis egyre több a kütyű az elektromos autó, tehát összességében nő a fogyasztás a csúcsidőszakban, még a hullámvölgyekben egyre alacsonyabb, ez tovább növeli a kiszámíthatatlanságot a rendszerben. Meg kell említenünk azt, hogy az egész kontinensen digitális rendszer irányítja az elektromos hálózatot, amelyet fizikailag is lehet támadni, illetve a különböző kibertámadásoknak is ki van téve, erre is láttunk már példát az elmúlt években. Mivel a kontinensen összehangolt elektromos hálózat van, ezért egy kül nagyobb probléma dominoeffektus végigszaladhat az országokon, így es akár a spanyol országból elindult blackout elérheti hazánkat is, vagy fordítva. Itt még szintén kiemelném azt is, hogy Európa jelenleg kevesebb áramot termel, mint amennyit elhasznál, és kívülről importálunk nagy mennyiségű elektromos termelést. Pont nagyon öreg, nagyon rossz állapotú foszilis erővek termelik ezt, és ennek az importnak a kiesése is jelentős problémákat okozhat. Az elhangzott tények, valamint szakértői vélemények alapján tehát nagyjából 10 és 15% közé tehető annak az esélye, hogy blackout legyen az Európai Unió területén idén télen, vagy az elkövetkezendő néhány téli időszakban. Magyarországon ennél ném legjobb a helyzet, inkább 5-10% és 10 közé tehetjük legfeljebb. Több országra kiterjedő, nagyobb jelentőségű elsötétedés esélye viszont még az 5%-ot sem írja. Kiemelném, hogy még blackout esetén is legfeljebb az esetek felében alakul ki komolyabb probléma, például fosztogatások a városokban. Tehát összességében a blackout események kockázata viszonylag magas, azonban pánikra, pánikkeltésre semmi szükség nincsen, teljesen értelmetlen. A tudatos, alapos felkészüléssel amúgy is megelőzhető a problémák egy jelentős része. Hogy átlássuk, mekkora problémákat okozhatnak az áramszünetek, néhány példát szeretnék a múltból kiemelni. New Yorkban és Dél-Kanadában volt jelentős áramszünet 77-ben 65-ben, ezek alapvetően műszaki okokra vezethetők vissza. Bár rövid kiesősek voltak, hihetetlen bűncunami indult meg, rendkívül sok volt a gyilkosság, rablás, a boltok jelentős részét kifosztották, hiába voltak tömegesen vezényelve rendőrök az utcára. Venezuelákban, Ecuadorban többször volt áramszünet, ezek egy része egyébként természeti okokra vezethető vissza hiszen itt nagyon sok vízerőmű van, és az aszályos években egyszerűen ezek leálltak. Tartalékkal nem rendelkeztek, így az ország áram nélkül maradt. Indiában és Pakisztánban pedig túlterhelődött a hálózat, hiszen egyszerűen felizottak, melegedtek a vezetékek, annyira áramot kellett levezetni a régi erőművekből az egyre növekvő városokban, ez pedig teljesen destabilizálta a helyzetet. Ezekben az országokban mai napig gyakran vannak görgetett áramszünetek, azaz a nap egy részében előre bejelentve nincs áram. Brazíliában pedig egyetlen vízerőmű hibája gyűrűzött az egész országra, számos más erőműveket is le kellett állítani, és tulajdonképpen hosszú órákra áram nélkül maradt az egész ország. Ezen események tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy egy blackout alatt nagyon gyorsan beindul a bűnözés, a boltokat pilatok alatt kifosztják, a balesetek tömegesen következnek be az első időszakban, a helyreállás általában szakaszos, egy országon belül is tehát eltérő, hogy hány napig tart az áramszünet, és fontos kiemelni, hogy a legtöbb település legfeljebb 48 órára elegendő tartalékkal rendelkezik, hogyha ennél hosszabb a blackout, akkor már komoly problémák alakulnak ki. Röviden összefoglalnám konyha nyelven, hogy hogy alakul ki egy ilyen tovaterjedő áramszünet, úgyhogy hogy azt megértsék azok is, akiknek nincs villamossággal kapcsolatos előképzettségük. Alapvetően mindig ugyanannyi áramot kell termelni a hálózatban, mint amennyit az emberek gyárak fogyasztanak, hogy meglegyen a 230 voltos feszültség, illetve 50 herces váltakozás legyen a hálózatban. Ugyanakkor, hogyha egy termelő, például egy nagyobb erőmű kiesik, vagy mondjuk a hirtelen időjárás változás miatt a megújuló energiaforrások használhatatlanná válnak, vagy akár egy vezetékhiba miatt egy nagyobb szolgáltató kiesik a rendszerből, akkor csökkenni fog a feszültség, és a frekvencia sem lesz meg. Ilyenkor be kell avatkozni, és akár a rendszer egy részét vagy egészét le kell kapcsolni, hogy a fogyasztók ne károsodjanak. Ennek lehet az ellentetje is, ennek az ellenkezője is lehetséges, amikor például egy transformátor hibája, vagy mondjuk egy földrengés belvíz miatt kidőlő oszlopok hatására. Nagyon sok fogyasztó kiesik a rendszerből, ilyenkor túl sok áramot termelnek a fogyasztáshoz képest az erőművek, 230 volt fölé megy a feszültség, vagy a frekvencia mászik el. Ilyenkor is le kell kapcsolni az elektromos hálózatot, hogy megakadályozzák a károsodást. Szélsőséges esetekben ez azzal járhat, hogy folyamatosan le kell kapcsolni a hálózat egyes részeit, vagy hogyha például nem elég gyors a lekapcsolás, akkor olyan szinten elmászik a rendszer, hogy károsodnak részelemei, ilyenkor pedig egy egész országra, vagy akár a kontinensre kiterjedő áronszünet is lehetséges, szélsőséges esetekben. Fontos azt is kiemelni, hogy az elektromos hálózat visszakapcsolásánál is érvényesül ez a logika, tehát hogyha újra lesz áram, helyre jönnek az erőművek, vagy az elektromos hálózatot újépítik, akkor sem lehet egyszerre visszakapcsolni egyszerűen, mint a háztartási biztosítékot hiszen mindig tervezettem pontosan annyi termelésre jutó fogyasztást kell beengedni, ahogy ezt az erőművi állapot engedélyezi. Így aztán lehetséges, hogy bár egy órán belül elhárítják az elektromos hálózat hibáját okozó technikai problémát, de két-három napba telik, mire visszakapcsolják mindenkinél az áramot hogy tudjuk, hogyan készüljünk fel a blackoutra, tisztába kell lennünk azzal, hogy milyen problémákkal fogunk szembesülni már szinte a legelején. Mint említettem már, a vezetékes víz és a csatorna viszonylag gyorsan meg fog szűnni, ezért gondoskodni kell a mosdóról, a vécézésről, különösen a panelházakban lakóknak. Emellett mindenkinek gondoskodni kell a kézimosásról, az ivóvízellátásról. Mivel a hüttők a boltokban és otthon is le fognak állni, ezért a meglévő élelmiszert rögtön fel kell dolgozni, meg másrészt nagyon előnyös, hogyha rendelkezünk otthon étellel. Minimum három, de inkább 30 napra elegendő étellel kell rendelkezni, konzervek, készételek formájában. Ugye nagyon fontos, hogy gáz és villanytűszelyek nem fognak működni, ezért lehet, hogy olyan ételekről kell gondoskodnunk, amelyek már külön főzés nem igényelnek, vagy pedig rendelkeznünk kell sparheltel. Fontos kiemelni, hogy ugye üzemanyag hiányjal jár egy blackout általában, ezért gondoskodnunk kell arról, hogy vagy tartalék üzemanyagunk legyen, ami manapság nem is egyszerű, hiszen a bioüzemanyag tartalom miatt a legtöbb üzemanyag igen hamar megromlik, vagy pedig alternatív megoldásokról, hát a jó egy dróca már mindenki legjobb barátja, és még egészséges is. Az internet és a telefon szinte rögtön megszűnik, ezért fontos kiemelni, hogy gondoskodjunk a kommunikáció alternatív módjairól, tartsunk például rádiót, vagy beszéljünk meg ismerőseinkkel különböző jelzési lehetőségeket, és fontos, hogy a tudásbázishoz, ami szükséges egy ilyen időszakban, már jó előre gondoskodnunk könyvek, elektromos könyvek, vagy internetről letöltött tudásbázis nyomtatásával például. Mint már említettem, rengeteg baleset és betörés lesz ebben az időszakban, ezért a rendőrök, mentők és tűzoltók kapacitása le lesz foglalva, ráadásul a tűzoltók egy idő után a visszajel miatt nem sok mindent fognak tudni tenni. Ezért rendelkezzünk otthon eljükészlettel, elsősegélycsomaggal, gyógyszerekkel, valamint egy porralótóval. Teljesen tipikus, hogy valaki rendelkezik egy feredé kalitkával, hihetetlen frankó, víztisztító berendezésekkel a felkészülők között, de egy sima porralótójuk nincsen eloltani azt, hogyha a gyerek kilocsolja az étel a csütés közben és a konyha. A következőben példát fogok mondani egy blackout dobozra. Alapvetően három fő részből kell állnia. Egyrészt a fényről kell gondoskodnunk, másrészt a különböző szerszámokról, hiszen ilyenkor előfordulhat, hogy sérül az elektromos hálózat a házon belül is. Ezt nyilván fontos, hogyha legalább minimális szinten tudjuk szerelni. Valamint olyan egyebekre is fel kell készülni, amely az első időszak problémáin segít minket. Ne felejtsük el, hogy nagyon gyakran környezeti katasztrófák, például brutális ónos esők, viharok, vagy akár árvizek is okozhatják az áramkimaradást. Nyilván ezeknek a hatásaira is legalább minimálisan fel kell készülni. Ha az ember áramszünetre készül nyilván az egyik legfontosabb alapvetés, hogy legyen otthon egy feltöltött póverbanki folyamatosan, ezek közül azok a legjobb fajták, amelyek elemlámpával rendelkeznek beépítve, sajnos az enyém az pont nem olyan fajta. Emellett nagyon fontos, hogy legyen egy olyan napelemünk, amelyel tudjuk tölteni legfontosabb készülékeinket. Nyilván ebből lehet venni egy ilyen egyszerűbb, kisebbet hordozhatót, amit akár túrákra is magunkkal tudunk vinni, és a hátizsákon vagy akár a sátron is fel tudja tölteni az eszközeinket. Nyilván ennél jóval komolyabbakat is lehet venni, viszont akkor jóval jobban bele kell nyúlni a pénztárcába, hiszen a csillagos ég a határ árak terén. Magát a Blackout dobozt ajánlom ilyen átlátszó dobozba berendezni, hiszen sötétben, rossz látási viszonyok között is könnyebben megtaláljuk benne az eszközöket, valamint javaslom, hogy olyat vegyünk, amely ilyen patentzára zárható, tehát nem nyílik ki könnyen, és a fülönél fogva könnyen hordozható, ez jelentősen meg tudja könnyíteni a dolgunkat egy Blackout szituációban. Ráadásul azt is figyelembe kell venni, hogy nagyon sokszor ilyenkor természeti problémák, nagy vihar, jégeső, stb. is jelen van. Erre is számolni kell, amikor berendezzük a dobozt. Magát a dobozt, hogyha kinyitjuk, akkor egy logikus elrendezést kell benne kialakítanunk. Én ehhez nagyon javaslom a különböző színű tároló tasakokat, mert jelentősen megkönnyíti az elrendezést. Nyilvánvalóan, ami a legfontosabb, hogy legyen a dobozban, az egy ilyen kicsi, egyszerű elemlámpa, ebben teljesen jók ezek a pár száz forintos bicikli lámpák, hiszen ez csak addig kell, amíg a komolyabb felszerelést elővesszük, illetve arra is lehet használni ezt, hogy akár szerelés közben, így az újunkra felszerelve, némi fényt adjunk magunknak, ráadásul a szilikonos burkolat miatt ezek minimális szinten vízzállóak, én ebbe a dobozba ide ilyen kezdőeszköznek nem tennék be drágább elemlámpát. Emellett nyilván szükségünk lesz néhány alapvető eszközre, ami a legfontosabb, legelső problémák ellátásához elegendőek, néhány csavar, húzó, fogó, esetleg egy-két készlet. Itt nem tudok pontos receptet mondani, hiszen nyilván minden háztartáshoz külön hozzá kell igazítani a felszerelést. Emellett én tettem a dobozba egy egyszerűen eldobható esőköpenyt, nyilván jó jöhet, hogyha esik az eső, illetve nyilván a jó öreg öngyújtó, ami hát a gyertyák meggyújtásához, illetve egyéb más dolgokhoz jól jöhet. Én tettem a csomag ide legelejébe egy kis szőlőcukrot. Nyilván, hogyha ez a blackout jelenség egy olyan időpillanatban történik, amikor alapból fáradtak vagyunk, vagy éjszaka van, egy ilyen kis energiabomba nagyon jól tud jönni, pláne egy stresszes szituációban. Ezt én mindenképp javaslom, nyilván ízlés szerint lehet szotyit, mazsolát, energiaszeletet, vagy bármi más beletenni, akár csokit is. Ez biztos, hogy nem rossz. Van benne egy ilyen egyszerű hőszigetelő izofólia, alapvetően ez több szempontból is jó. Ugye mivel ez egy tükröződő felület, lehet azzal is játszani, hogy egy fal felületre rakjuk a fényforrásunk mellé, akkor jól szétszórja azt, tehát be lehet egy kisebb lámpával is világítani egy nagyobb teret, használhatjuk hagyományos izofóliaként, illetve szintén esőbeázás esetén is jól jöhet maga a vízálló fólia. Néhány szemetes zsákot helyeztem el, ennek többféle haszna lehet. Alapvetően ezt is lehet poncsónak használni a kiukasztjuk a tetején. Felfújva például lehet belőle párnát csinálni, vagy akár, hogyha feltöltjük fa levelekkel, bele lehet szemetes csinálni. Illetve a panelházban a lakók számára javaslom, hogy vegyenek egy olyan vödört, ami zárható, például ilyenek az egyszerű disperzites vödrök, amelyeknek jó zárható teteje van, azokból beletesznek egy szemetes zsákot, ezt feltöltik félig fűrészpóra, vagy akár egyszerű kereskedelmi forgalomba kapható macskalommal, és már is kész a vészhelyzeti WC. Filérekbe kerül, és bármikor otthon el lehet intézni a dolgokat, akár kinn az erkélyen, hosszabb távra is jó lehet, akár egy, hetes áramszünet esetén kielégítő lehet. Nyilván a kertes házban lakóknak jobb esetben van egy kiülős pottyantósuk. Két fő csomagból áll a Backup boxnak a többi része. A sárgával jelöltem alapvetően a világítás technikát, kékkel pedig az különböző eszközöket, elektronikai dolgokat. Ha kinyitjuk a tasakot, Fogunk benne találni. Nagyon fontos, hogy ilyen jó fogható, nyilású tasakok legyenek, amik legalább minimálisan vízzállóak. Egy ilyen egyszerű simítózáros tasakban néhány mécses, ugye ez pár órára elegendő. Néhány ilyen egyszerű világítórú ugye ez azért is jó, mert nem csak világításra alkalmas, hanem például a ruhára, hátizsákra akasztva, például, hogyha közlekedünk a közvilágítás nélküli területen, akkor kisebb eséllyel csapnak el minket, hiszen ilyenekre is gondolnunk kell. Némi gyufa, nyilván ezt nem kell magyarázni, számos haszna van. Ezt is simító zárás tasakba tettem, mert így legalább minimálisan vízzelő a dolog. Néhány hosszú távú, ugye ezek papíron 35 órát bíró métesek. ilyeneket érdemes egyébként halottak napja után beszerezni, mert nagyon le vannak akciózva a különböző áruházakban. Ö, ez a kettő nagyjából 70 órányi világítás elegendő papíron. Hát azért a valóságban ennél ezek kevesebbet tudnak, mint ami rá van írva. Lehet, hogy a kettő helyet érdemesebb lenne hármat vagy akár négyet is tartani. Nyilván ez mindenkinek a vérmérsékletétől függ. Nyilván nyáron mondjuk például a kevesebb kell azért hosszabbak az éjszakák, többet kell világítani, illetve pár hagyományos gyertya, amit ugye egy kis papírlappal kiegészítve akár tudunk hurcolászni, és hogyha több ilyen akarunk világítani a lakásba, illetve maga a viasz is hasznos lehet ugye különböző szituációkban. Ezzel ki is végeztük a világító részleget. Az elektronikai részleg nyilván kék színű, számomra ez teljesen logikus. Egy ilyen egyszerű hólyafóliás van egy elemes rádió, FM AM rádió. Semmi bonyolult, tulajdonképpen arra, hogy az ember a híreket meghallgassa, információt szerezzen. Nyilván komolyabb befektetéssel lehet venni akár CB rádiót, vagy PMR rádiót. Nyilván ez attól is függ, hogy kinek milyenek az anyagi lehetőségei, illetve hogy egy szüksége van rá, mert hogyha az egész család egy utcában lakik kinn a falu végén, akkor teljesen felesleges jönnek beruházni, mert csak átszaladok a szomszédba. Két doboz, ez tele vannak különböző méretű elemekkel, mint látszik ezek már kicsit le vannak fogyva, mert csúnyag módon én ezeket használom is évek során. Rotálom a dolgokat, tehát nem az van, hogy itt áll az elem évekig, aztán meghal magába, hanem ha cserélve használom, arra azért mindig figyelek, hogy egy kritikus szint talán ne csökkenjenek. Ezzel az elem mennyiséggel az elem lámpáim egyébként képesek lennének egy hétig nagyjából üzemelni, nyilván nem folyamatosan, hanem használat szerint. Amit nagyon javaslok beszerezni, néhány ezer forintba kerül, ilyen egyszerű dinamós elemlámpa. Gyakorlatilag örök élet plusz két napra jó, minimális tekeréssel is viszonylag huzamosan lehet vele világítani. Egyetlen egy hátrányuk van ezeknek, hogy általában az akkumulátoruk az állásban lemerül, tehát hiába töltjük, feltekerjük, mire legközelebb elővesszük, már biztos, hogy nem lesz benne kraft. Egyébként ezek meglehetősen erős fényjel tudnak világítani a ledes kivitelűek, én nagyon ajánlom beszerezni. Tulajdonképpen, ha semmi más nem vesz az ember, csak ezt az elemlámpát, ezt a tekerős elemlámpát már előbbre van. Egy adag daktép, nyilván szigetelő szalag mellett, ez nyilván szereléshez, karbantartáshoz, a blackout helyzetben nagyon sok dologra jó. Egy ilyen fejlámpa, nyilván ez azért jó, mert a kezünk szabadon van, tudunk szerelni, javítani, vagy akár védekezni, ne Isten, olyan a szituáció, miközben azért meglehetősen sok fényt kapunk tőle. Emellett egy tasak hipópor van még elhelyezve, ugye fertőtlenítéshez, tisztálkodáshoz, hiszen, mint már mondtam, a csatorna megszűnik azonnal, amint elmegy az elektromos áram. ráadásul, ha olyan helyzet okozza az áramhiányt, például árvíz, belvíz, akkor eleve jól jöhet a fertőtlenítéshez. Egyébként szerintem egy tartós probléma a helyzetben, amikor hamar elfogynak a tisztítószerek, még jó alap is lehet egy ilyen eszköz, illetve hát legaljára került egy egyszerű fázis szerúza, nyilván ezt nem kell magyarázni, miért fontos. Természetesen ez nem egy mindenre kiterjedő túlélőkészlet, de nem is ez a dolga. Csupán az, hogy a Blackout első néhány napján átsegítsen segítsen minket. Ezt még mindenkinek hozzá kell igazítani a saját háztartása igényeihez, lehetőségeihez. Például akinek van emésztőgödre, annak nem fog kelleni szükség WC, akinek van kutya, annak nem kell víztisztító berendezés, Ugyanakkor, akinek nem működik a fűtése áram nélkül a házban, annak valamilyen tartalék megoldásról gondoskodnia kell. Itt azonban felhívnám a figyelmet, hogy nagyon kell vigyáznunk a tűzveszélyre, hiszen, mint mondtam, a tűzoltók eleve eléggé lefoglaltak lesznek, másrészt a széndiokszid-szénmonoxid veszélyre is. Például éppen ezért az interneten látható cseréből és gyertyából készíthető fűtési berendezés az a valóságban nem működik, ezt már rengetegen megcáfolták, de a logikusan is belegondolhatunk, hogy egyszerűen néhány gyertyának nincsen elég hű energiája, hogy befűtsön akár egy kisebb szobát is. Persze túlzásokba se kell esni, nem kell milliókat elverni tartalékészletekre, ugyanakkor fontos tudni, hogy ha MP-re is készülünk, akkor az már egy teljesen más dimenzió, erről fog szólni a következő rész. Végül kiemelném azt, hogy a tűzveszélyre való felkészülés keretében lehetőleg a gyerekekkel is gyakoroljuk be, hogy hogyan kell porralótót használni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, amennyiben tetszett, kérlek iratkozzatok fel. Jó szerencsét!